Szeretett testvéreim, Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 11. részének 33-tól 36-ig terjedő verseit olvasom. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, avagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség, mind örökké. Amen. Szeretett testvéreim, meglepő lehet, hogy a 8. rész után a 11. fejezet végére ugrottam. Nem hagyjuk ki a 9., 10., 11. fejezeteket, dehogy is hagyjuk. Csak azért tettem ezt, mert ebben a 3 fejezetben olyan üzeneteket találunk, amelyeket Pál apostol a neki adott bölcsesség szerint próbál elmagyarázni nekünk. De tudja azt, és azért is olvastam most, mielőtt belekezdünk, Isten kiválasztása, a választott nép és a pogányok üdvössége, Isten szuverenitása kérdése, hogy azt cselekszik, amit jónak lát, ezt a hatalmas témát, mielőtt megpróbáljuk az apostol vezetésével, Isten lelke által sorra venni a magunk egyszerű ige figyelésével, magyarázatával, azelőtt ezt a néhány verset elolvastam, amivel lezárja Pál ennek a 3 fejezetnek a mondani valóját. És ámul, és megrendül, és azt mondja, hogy Isten bölcsességének, tudományának a mélysége, ki az, aki kikutathatná, ki az, aki igazán megérthetné végére menően, és olyan vallomást tesz, hogy megfoghatatlanok az ő ítéletei. Most azért is nagyon jó ezeket az igéket közel engedni a szívünkhöz. Mert sokszor úgy gondolkodunk, hogy a Biblia igéi a számunkra mindent elmondanak, ami Istenről elmondható. Nem így van, testvéreim. Hanem amennyit ő jónak látott, hogy a tudomásunkra hozzon, ami elég ahhoz, hogy megragadjuk az ő kegyelmét, de nehogy úgy gondoljuk már, hogy mi pariban vagyunk Istennel, bocsánat, ha ezt a szót mondom, hát az ő értelme, az ő bölcsesség, az ő hatalma, az ő nagysága az, szóba se hozható a miénk mellett. Éppen ez is mutatja ezt a mérhetetlen nagyságot és hatalmat és bölcsességet, hogy annyit ad tovább a gyermekeinek, amennyire mi képesek vagyunk az ő lelke által felfogni, megragadni az üzenetet. És az éppen elég, mint amikor mi figyelembe vesszük a kis gyermekeinket, hogy olyan szinten
mondjuk el az élet dolgait nekik, ahogyan ők többé-kevésbé megérthetik. És ezért nagyon fontos itt megállnunk, mert sokszor az ember túllépi a határait, és Isten titkait úgy boncolgatja, minthogyha kiteríthetné, mint egy térképet az asztalra, és pontosan minden részletében megérthetné azt. Így van sokszor a kiválasztás tannal is az ember. Pedig nagyon nagy alázat kell, hogy megértsük azokat a titkokat, vagy megsejtsük, amit nem érthetünk. Van egy szakkifejezés a teológiában, az antinómia törvénye. És ez azt jelenti, hogy két egymással ellentétes igazság, amelyik a mi szintünkön üti egymást, egy magasabb szinten harmonizál. És ugyanígy van ez is, hogy Isten kiválasztása az én üdvösségem alapja. Ugyanakkor Isten bátorít, bíztat, és azt mondja, hogy ragadjam meg. És aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, az kívül marad, elkárhozik. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, ahogy mondtam néhány nappal ezelőtt, megyek, megértettem, Uram, a szavadat, és amikor megérkezem, ott van, hogy Isten hozott. Most én menjek, vagy ő visz, vagy félig ő, félig én, nem. 100%-ig igaz minden igéje. És sokszor ezeket a titkokat úgy adja át nekünk, hogy ellentét párokban, hogy van, akinek most az a gyógyszer kell, hogy Isten kiválasztásán áll minden. Van, akinek az a bátorítás kell, miközben igaz az előző, hogy szedd össze magad, és teljes odaadással menj, mint ahogy azt az igét olvassuk, hogy igyekezzetek bemenni. Ott az agonizó szó van, amelyik agonizálás, élethalál fontosságú legyen, hogy bemenjetek Isten országába, mert sokan igyekeznek, a Károli fordítás szerint mind a kettő az igyekeznek szóval van, de a másik az keresgélnek, nézegetnek, az nem az agonizó, az az éteó ige, és nem mehetnek be. Úgyhogy úgy vegyük a most következőket, hogy próbáljuk megérteni belőle azt a mérhetetlen kegyelmet, amivel Isten hozzánk hajolt. Ugyanakkor, ha azt látjuk, hogy mintha ellentétesek lennének, vagy számunkra nem pontosan érthetők egyes kijelentések és igék, ne ijedjünk meg tőlük. Ez csak azért van, mert a mi szerető mennyei atyánk próbálja tágítani a gondolkodásunkat, és próbálja elmondani az ő titkait, amelyekre most is érvényes, hogy a titkok az úréi, a kijelentett dolgok pedig a mieinké és a mi fiainké mindörökre.